Hát ez az egyik kedvenc verses kötetem, és nagyon sokak megítélése szerint, tehát nem kell okoskodnom, az egyik legjobb ma élő költő, Tóth Krisztina, költőnőnek is mondják, de hát nincs jelentősége annak, annál inkább, hogy ezzel a kötettel, illetve az ebben levő címadó verssel lett ő igazán ismert, azóta jobbnál jobb verseket írt, és mostanában egyre kevesebb verset és egyre több prózát ír, de hát ez a szíve joga, a prózája is nagyon jó. A Porhó az egy József Attila parafrázis a Születésnapomra című közismert versnek, tehát ez a 32 éves lettem én meglepetése, költemény, csecsebecse. Ennek az átirata, vagy ennek a ritmusára, tematikájára, képletére született, így kezdődik, hogy 32 hogy telhetett, hogy múltak el napok, hetek, letelts, hitelt, nem igen ad már a jelen, nem voltam benne még jelen, úgy múlt a múlt, és így tovább. És egy ugyanilyet én is írtam, nem ugyanilyen jót, hanem hát szintén írtam egy parafrázist a Születésnapomra című versre, az rajta is van, az egyik Sziámi lemezen, az úgy kezdődik, nem tudom, hogy 32, vagy 64, de mondjuk 64, hogy korszerűbb legyen. Tehát 64 bites lettem én, várcset szobán egy kőkemény, terefere, és akkor innen. Tehát Tóth Krisztát nagyon jó szívvel ajánlom. A szülőknek például felolvasásra a Londoni Mackok című ragyogó gyerekverskötet, és sőt most jut eszembe, hogy együtt is írtunk egy hangos könyvre való gyerekverset. Az a cím, hogy Kicsi Nagy Középső. Nekem ugye a három gyerekem, aki még itt hol lakott, az egy ilyen, hát tanulmányozható kis csoport volt, hogy volt ugye egy kicsi, egy nagy, meg egy középső, és nekik írtam ezt a kötetet, és a hangos könyvben pedig együtt szereplünk Tóth Kriszta gyerekverseivel a kiadó kérésére. A következő dalnak direkt egy dupla metronómot raktam be, ilyen gyors még nem volt semmi se, ugye ez a Prestissimo tartományban van, ez a 200 fölötti BPM. Akarom érzékeltetni, hogy ennek lüktetnie kéne valahogy, de nem biztos, hogy így. Tehát ezt tényleg rábízom a zeneakotókra. Az a címe, hogy Az a gáz, hogy, és ez egy eredetileg versnek írt dolognak a dalá átírt, megrefinesített verziója. Lesz még egy ilyen mostanában, az a Nem szeretném, ha szeretnének, az talán a holnapi lesz, úgy emlékszem, hogy most azt húztuk ki holnapra. De hát ez a jövő zenéje, a mai nap zenéje, vagy dalszövege, annak az a cím, hogy Az a gáz, hogy, és 202 a BPM. Az öregek buták és gyávák, a gyerekek hülyék és gyengék, az öregek szörnyen merevek, a gyerekek annyira kergék, refrén. Mi van öregem? Mi lenne gyerek? Valami csak van velem vagy veled. Mi az öregem? Szerinted gyerek? Nélkülünk semmi és velünk se kerek. Az öregek fásultan ülnek, a gyerekek fésülten állnak, az öregek sírnak a múltért, a gyerekek élnek a mának, az öregek nyammogva esznek, a gyerekek kapkodva falnak, az öregek locsognak folyvást, a gyerek meg néz csak és hallgat. Mi van öregem? Mi lenne gyerek? Valami csak van velem vagy veled. Mi az öregem? Szerinted gyerek? Nélkülünk semmi, és velünk se kerek. Ezt így nem kell szünetet tartani, ez csak nyelvoltás volt. Mutatom még egyszer refrént, úgyis dupla. Mi van öregem? Mi lenne gyerek? Valami csak van velem meg veled. Mi az öregem? Szerinted gyerek? Nélkülünk semmi és velünk se kerek. Az öregnek csorog a nyála, a gyereknek büdös a lába, az öregnek kéne a hála, a gyerek még ahhoz is kába, az öregek rigolyás rémek, a gyerekek szemtelen fattyak, az öregek nevetgélnek, a gyerekek magasról szarnak.
Mi van, öregem? Mi lenne, gyere? Valami csak van, velem meg veled. Mi az, öregem? Szerinted, gyerek, nélkülünk semmi, és velünk se kerek. Az öreg most hallgat egy szimfóniát, a gyerek meg technóra duzzog, unalmasak a harmóniák, és rém primitívek a grúvok. Mi van, öregem? Mi lenne, gyerek? Valami csak van, velem vagy veled. Mi az, öregem? Szerinted, gyerek, nélkülünk semmi, és velünk se kerek. Mi van, öregem? Mi lenne, gyerek? Valami csak van, velem meg veled. Mi az, öregem? Szerinted, gyerek, nélkülünk semmi, és velünk se kerek. Velünk is semmi. Mi lenne kerek? Ez fölvet egy olyan problematikát, ami visszatérő. Tehát, ugye van a beszéddallam. A nehezen megoldható dolog az, amikor egy dalban kérdés van. Tehát azért próbáltam oda a mondással odavilágítani, hogy azért ezek kérdések a refrénben. De ebből a leghúzósabb az az a sor, hogy szerinted, gyerek? Na, csak úgy olvasod, akkor nem formázod meg. Tehát mindig érdemes úgy nyúlni egy dalszöveghöz, hogy elmondod élőbeszédszerűen, és a beszédnek van dallama. Tehát, mi van, öregem? Mi lenne, gyerek? Valami csak van velem vagy veled? Mi az, öregem? Szerinted, gyerek? Nélkülünk semmi, és velünk se kerek. Ez egy valódi játék, valódi feladat. Úgyhogy hajrá, sziasztok!